Hát üdvözlet mindenkinek. Folytassuk a játékot, abból abba hagytuk. Hát most sok mondandóm nincsen igazából. Itt átléptük a kereskedelmi útvonal kapacitást. Na, és ez van. Bejött, amire gondoltam, hogy a karavel támadja. És alig sérült valamit. The four characteristics of humanism are curiosity, a free mind, belief in good taste, and belief in the human race. Itt választanunk kell, hogy múzeumot építünk-e, vagy ugye festménymúzeumot, vagy őskori leleteknek a múzeumát. Artista kell nekem. Festőművész. Ez is kéne. Berakjuk, mert most úgyis elavult egységeket támadok, hát a kapok értük valamit. Igen, és itt a gyárnál láthatjuk, hogy ahol berakjuk a gyárat, ez csak a ipari zónába tudjuk. Ő hat, onnan számított 6 mezőre ad a városoknak ilyen bónuszt. Kicsit megigazítottam a mikrofont, le volt csúszva. És hát ennek még nem állok neki, túl sok idő. Hozzuk ki ezt. Igen, ez adja nekünk a casus belliket. És ezzel tudom kémeket képezni. Ez csak egy államforma. Ez pedig egy fosztogató hajó, amit csak akkor látnak, az ellenfél csak akkor lát, hogyha közvetlenül a szomszédos mezőn áll. És hát ezt tudja a tengerparti telkeket fosztogatni, hát a területi fejlesztéseket pusztítja el. Menjünk rá erre. És ezzel pedig egy nagykövetséget építhetünk a másik civilizációjába.
és jobb hozzáférést kapunk az információkhoz, amik abban a civilizációban érintettek. Na lássak, kapok-e jutalmat azért, mert elpusztítom őket. Kettő pénzt kaptam. Szedjük fel. És még valahol láttam ilyet. Itt. Jó. Tehát ha ez a tábor gyárt most itt egy hajót, akkor az az Ironclad-del fogja szemben találni magát. Hát ami igencsak kellemetlen lesz ránézve. Nem is megyek ezzel ilyen messzire. Jó lesz. És megnéztem közben, hogy mihez kell a középkori fal. Az államformánkhoz. Mondjuk itt nem írja. De itt írja, hogy plusz két házat kapunk a városban, ahol a középkori fal van építve. Ide most nem kell ház, de majd New Orleansbe az meg fogja oldani a problémákat remélhetőleg. És hogy mit tettünk itt? Szerintem itt a Szent Negyedet fejleszgettük, vagy a kulturálisat, már nem emlékszek. És kell építenünk két egyetemet, hogy felbusztoljuk azt a találmányt, amire szükségünk van. És ezzel fogjuk teljesíteni a városállam küldetését. Messze van még innen. Itt idejünk a misszionárussal, hogy átállítsuk végre ezt a várost.
láttam. Te nyomhatnék egy töltetet rá, de akkor tegyük félre azt a két töltetet. Szerintem a misszionárus elég lesz ide. És hát kivihetnénk a vallást innen most már a kontinensről. Ugye beszéltem arra, hogy sugározzák a vallási nyomást a városaim 13 mező távolságra. És hát ugye célszerre a szomszédos városok felé venni az irányt az apostollal, és átálltam azokat a városokat, így ez a sugárzás, ez így összeadódik. Ide kéne elvinni a vallást, és akkor jobban lennénk, még jobban kijönnénk egymással, úgyhogy ide viszont az apostolt viszem. Ott két töltet. Hajrá! És reméljük nem termel oda egységet. Na, ezteket is elpusztítjuk. És kapjuk a pénzt. 10 aranyat kaptam értük. Még várok egy kört, és ha felderítve elfogom a tábort, akkor továbbállok. Ide már, hát ide várjunk az Iron Claddel is egy kört. És akkor itt fogok majd vízre szállni. Na most már át fogom állítani. Meg is történt. Hát itt láthatjuk, protestáns vallás lett ebben a városban is. Az uralkodó vallás. Kis szigetcsoportok. Igen, ez igazi vallás terjesztő apostol. Hát ezzel is menjünk oda. Germán földekre. És most el is foglalhatjuk a barbár tábort. Utána pedig ezt. Ja. Ja, hogy ez még ugyanaz a kör.
Egyiptomnak már van szkéme. Hát ennyi volt a felderítőnk sajnos. Tehát Egyiptom már van kéme, aki be is küldte hozzánk, hogy próbálja lemásolni egyik találmányunkat. És hát nem járt sikerre, mert belehalt a küldetésbe, úgyhogy Kleopátra beszélgetek erről a kis incidensről. Hogy ne küldje ugyan hozzám a kémeit. És ő megígérte, hogy nem fog még egyszer előfordulni. És ha már itt tartunk, akkor ugyan ne konvertáld át a városaimat. És nézzük, mennyire romlott kapcsolatunk. Figyelmeztetések miatt. Hát sem ennyire. Próbálkozunk meg megint egy delegációval, nem? És veled is beszéltem, barátom, ne küld ide az misszionárosaidat. Kivel lehetünk még itt barátok? A spanyolokkal. Hát nem fogadt el. Haragszik ránk. És itt van még a germánok. Hát ők is megorvoltak ránk. Jó van akkor. Most ezt elfoglaljuk. De le kell innen lépnünk. Vagy a hajóinkkal be kell avatkozni. Szerintem a hajók vannak közben lépni. Kicsit megritkítjuk itt a barbárokat. Na, sziget kipucolva. Úgyhogy folytathatjuk is a felfedező útunkat. Az Ironclad-del. Mindig tudok mozogni. Pedig most szálltam a vízre. És ugye ezt átkonvertáltuk. És mindig van két töltet. Hát ezzel is jöjjünk ide.
Másik tovább viszek egy katonát. És valahol itt halt meg a felderítőm. Úgyhogy... óvatosnak kell lennem. Gigalmas is paranoiás. Vagy nem tudom, ki, hogy kell kimondani a sumíroknak a nevét, sumír vezető nevét. Tehát eljöttem ennyi vallási egységgel. Szét kéne itt hagyni egy párat. Már megint? Kaptunk tapasztalatot. Na, hol is az a hajó? Ez pont a legmesszebb eső helyen van. Vele ide jövünk.
velük meg. Itt kell még felfedezni ezt a térséget. Itt egy tábor. Szóval a spanyolok gondja legyen. Ezekkel pedig megfordulok. Ugye felderítem, össze tudja szedni a dolgokat. Itt van a karavel. Ezek a settlersek lesznek. Hát pedig majdnem elérték a partot. És az ígéret meg lesz szegve, miszerint nem konvertálunk várost. Talán a sumíroknak ígértem meg, vagy a sumírok ígérték nekem? Beszélgessünk róla. Pedig nem is konvertáltam csak a sajátomat. Mert majd szól, hogyha nem tetszik neki. Ez fő van boostol, ezt kihozom. Arrébb is megyek a partoktól.
Maradjunk itt, amíg meggyógyulunk. Na, terjesszük át a vallást. A protestáns is lett. Mind a kemény két lakos. Arra kicsi ez a város itt a havas tundrán. Nem volt egy jó befektetés szerintem. De el kéne jönni ezekkel a hajókkal. Ja. Pedig ismételtem a fesztiválokat. De most múzeumot kéne építsek. Festményeknek. Iron Kettle körül nézünk. Jó, eltűntek a barbárok. Konvertáljuk. Ez még kevés. Nek van egy csomó töltete, majd ezzel nagyvárost elkapjuk. Hát ennek már csak egy töltete van, úgyhogy jó lesz harcolni, ha még gond lenne. Miért ugrott a dolgozom?
Ironclad lesz a csali, mert nagyon magas a harc értéke. Karavel lesz a másik csali. Az admirális mindenkinek adni fogja a bónuszt, ha itt állok. És akkor a következő körben lejövök ide három mozgással és szétlövöm őket. Hát azt az egy töltetet elnyomom erre szerintem. Na, remélem az Iron Claddet fogja megtámadni. Ezt meg majd főszedjük. Na, bejött. Nem, karavert. Az is jó. Na. Ezeknek annyi. Nem, túlélte. És ezeket konvertáljuk most. Szerintem ez a miénk lesz. Körülnézek. Aha. De kéne hozni azt a szekeret. Jó, hogy mik vannak itt. Na lássuk, Ironclad fogja vajon lőni? Mennyire buta a gép.